Már beszéltünk hétfőn a MÁV Pargó vezetésével, a Nagy Lászlóval, ahol legalábbis reményeink szerint hát eredményes volt a tárgyalás. A jövőre vonatkozóan gondolom az eredményt, hiszen neki részletesen elmondtuk, hogy mi okból van szükség erre a egyességre, egy elmunkatotói lépésre, amit tehát remélem, hogy egyesség formájában láthatunk. Nem volt különösebb vita ennek okán közöttünk. És szóba került még, amit a Beától kérdeztem, hogy a MÁV miképpen gátolja azt, hogy a megállapodásban, ami írásban és szóban is kötetett, foglaltak teljesüljenek, nevezetesen az, hogy akik kolenkedményes nyugdíjazásra jogosultak, azokkal a munkaviszonyokat úgy meg tudják őrizni, hogy a MÁV-hoz elmenjenek. Azt kértük a Nagy Lászlótól, hogy azt a fajta szöveget, formaszöveget, ami a Rail Cargo Hungáriának megfelelne, azt vesse papírra bárki, annak érdekében, hogy a pénzügyi fizetésnek akadálya ne legyen, és ne legyen félértése belőle. Mert a tudomásunk szerint a MÁV-nak, vagy a MÁV-startnak teljesen mindegy, a jogi aggálja vannak a tekintetben, hogy ezek a pénzek miképpen folyhatnak át hozzájuk. A Rail Cargo Hungária vezetése szerint ezek a jogi aggályok mesterkéltek, megvan rá a megoldás. Reményem szerint holnap van mód találkozni a elnök vezérigazgatóval, és akkor ezt tudnánk vele tisztázni, és így a... Igen, és lehet, hogy ezt ugye akkor ezt lehet fölre gyorsítani, illetve hát rendezetnek tudni. És itt ugye nem fogunk zsákba macskát megint árulgatni, hogy első alkalommal se tettük, mi akartunk, hogy a vitában azt kértük, hogy a rákeresetek szinten tartása történjék meg. Amennyiben a munkáltató azt, amennyiben meg tudunk állapodni abban, hogy a nominált keresetek nem csökkennek, a személyi jövedelmekben. Tehát egy olyan fajta kompenzációt tud a Rail Cargo Hungária biztosítani, akkor a dolog részünkről rendben van. A Laci elmondta, hogy ez számításai szerint olyan 70, a munkavállalóknak a 70-80%-át érintheti. Azt is elmondtuk, hogy ebbe az összegbe, ami a kompenzáció alapján szolgálhat, gyakorlatilag minden egyes elemet, bérjellegű elemet be lehet emelni, hiszen minden inkább közelít az a 290.000 forintos sávhoz az összeg, annál alacsony. 290.000 forint, annál kevesebb a kompenzálásra fordítandó összeg százalékosan. Van, akinek pár száz forintot jelent esetleg. Figyelemmel arra, hogy a 2%-os januárban végrehajtott, ha jól tudom, végrehajtott személyalapbér fejlesztés 80 millió forintot igényelt mindösszesen. Úgy véljük, hogy ez a kompenzáció ezt az összeget nem számoltunk, utána nem éri el. Tehát végül is egy viszonylag valami alacsony összegről vitatkozunk, vagy hát tárgyalunk, viszont akkor ebben az esetben, ha ebben egyességre tudunk jutni, akkor teljesül a szaszetünk
érdekörű, illetve a szakszetünknél, szakszetünk képviseletében lévő összegcégnél az, hogy a nominált keresetek nem változnak. És ez fontos nyilvánvalóan a szakszet számára is, és hát a munkáról nál sem elhanyagolható.